Jogerősen 10 évre súlyosbította a fővárosi ítélőtábla büntető tanácsa a Baumag ügy elsőrendű vádlottjának büntetését. Balázs László el sem hagyhatta a tárgyalótermet, az indoklás után azonnal börtönbe kellett vonulnia. A 7 éve húzódó Baumag perben a többi vádlott is súlyosabb büntetést kapott. Az ügynek 13 ezer károsultja van, akik mintegy 40 milliárdot fektettek be a pilótajáték szerűen működő cégbe. Percekig vonultak be a Baumag károsultak a tárgyalóterembe. Ők voltak a szerencsésebbek, hiszen legalább bejutottak az ítélet hirdetésre. Sokan viszont nem fértek be az 50 fős tárgyalóterembe. A Balázs László vezette Baumag 13 ezer embert vert át, mintegy 40 milliárd forinttal. A büntetését 10 év börtönbüntetésre, 10 év közügyető eltiltásra. A bíró hosszasan sorolta a megváltoztatott ítélet pontjait. Azt is elmondta, hogy Balázs Lászlónak azonnal meg kell kezdenie börtönbüntetését. Ezután 2 börtönőr lépett oda a Baumag egykori vezéréhez, előkerült a bilincs, és hamarosan kattant is Balázs László csuklóján. Az elítéltre vezetőszár is került, így hallgathatta végig a másodfokú jogerős ítélet indoklását. Nagyot álmodtak, mondta az elsőrendű vádott védője. A bíró szerint a Baumag szövetkezet alapítói már a cég 1995-ös alapításakor tisztában voltak azzal, hogy működésük nem lehet nyereséges. A banki kamatnál jóval magasabb hozamot ígérve gyűjtöttek pénzt. A piramis játékszerűen működő rendszer 2003 végére összeomlott. A tőketartozás ekkora megközelítette a 20 milliárd forintot. Ez a király új ruhája volt. Azt mondták, hogy milyen szép a király új ruhája, valójában mesztelen volt. A bíró szerint az emberek bedőltek a kecsegtető ajánlatoknak, ugyanis elhitték, ha kapnak egy papírt a pénz átvételéről, épp úgy, mint a rendszerváltás előtt, akkor biztos helyen van a befektetésük. 3 ember akadt legalábbis ebben az ügyben, 3 olyan sértettet hallgatott meg a bíróság, akit egyáltalán érdekelt a Baumag szövetkezetnek a mérlege. Mert ugye, ha valaki elvitte az 5 millió forintját, nem volt attól elzárva, hogy megtekintse, hogy ennek a Baumag szövetkezetnek, ahova beviszem az 5 millió forintomat, a saját vagyona 70 ezer forint. Balázs Lászlót 10 millió forint pénzbírságra és több mint 170 millió forintnyi vagyonelkobzásra is ítélték. További 8 vádott büntetését is súlyosbította a másodfokú bíróság. A 6. rendű vádott például 2 év börtön helyett 6 évet kapott. A Baumag károsultak évek óta futnak a pénzük után, több tucat tüntetésen vannak túl, sokan bírósághoz fordultak, de pénzükhöz eddig nem jutottak hozzá.